Üdvözlünk titeket itt újra a csatornán! Ez most egy régi videónak a... Na mondd ki, mire gondolsz? Az. Tehát visszamegyünk egy kicsit az időben, és egy olyan régi videót fogunk most nektek megmutatni, amit eddig nem vágtunk meg, de úgy döntöttük, hogy most mégiscsak szeretnénk megvágni, úgyhogy... Kiotói! Így van! Kiotói, igen. Úgyhogy időt utazunk. Ennek az elejét már láthattátok a régi vlogokba, és a vége nem került fel, de most. Most megpróbáljuk megszerkeszteni és felrakni, és remélhetőleg használható lesz az anyag. Ugye egy éve készült, másfél éve? Egy éve? Hát olyan egy éve körülbelül készült, egy éve igen. Készült, és nem igazán néztük meg azóta, hogy mit alkottunk. Sikerült akkor úgy, igen felvenni. Kicsit félve állunk neki ennek az egész projektnek, de remélhetőleg értékelhető lesz az eredmény, és tetszeni fog nektek. Vágjunk is vele, és utazzunk vissza az időben egy kicsit. Irány Kyoto. Merre megyünk? Para? Csodálatos liftünk minősége. Szerintünk egyszer leszakadt már. És azért van itt a valami. Még a tízesem. A szobán. És az lenne itt a szobán kajtaja. És most eltadom, ameddig megkeresem a kulcsot. Mutasd meg. És ilyen szuper folyosónk van. Hát jó, el kell mondanunk, hogy egy nagyon olcsó helyre jöttünk. Úgyhogy annak jó. Igen, meg is próbáltunk rá, hogy mennyire olcsó egy éjszakára. De amúgy több buli ilyen. Az egész szobát tettem is. Igen, úgyhogy ez nagyon király, tettem egy szoba. Jó, hát de nem a legfenszibb. Névügyileg a tízes emelet, ami most mi vagyunk, ez csak nőknek van, de mi rögtön az első éjszaka találkoztunk egy úriemberrel, aki pizsamába közlekedett, és férfi mosdó is van a folyosó végén, de mi a női folyosón lakunk. Női folyosón lakunk. Csak úgy. Megjegyzem. Itt van ez a hatalmasan nagy előszobánk. Kaptuk ezt a két csodálatosan szép papucsot is. És a tatami! Igen, az egész szoba tatami is. És futonokon alszunk. Futonokon alszunk. Ami nagyon érdekes volt, hogy nekünk mondták bejelentkezéskor, hogy sokkal nagyobb szobát kapunk, amiben három futon is elférne. De, mint látjátok, ez két futon. Kettő sem. És mi fel kellett, hogy toljuk a falra. Mert egyszerűen máshogy nem férte el. De ez egy három futonos szoba. Csak úgy megegyezünk. A portásunk az már több ízben hazudott nekünk. Mint a vízfolyás, mint úgy a vízfolyás hazudik. Közben találkoztunk egy itt lakóval, aki már egy hónapja itt lakik, és ő mesélte, hogy ne higgyünk semmit a portásnak, nagyon kedves, ajánlott dolgokat, de hazudik. Még azt mondta, hogy van szentó, ugye az ilyen japán közfürdő, és még megkérdeztem azt is, hogy a tetoválás az rendben van-e, hogy be tudok-e menni. És volt pofája azt mondani, hogy igen. De még ajánlotta is, hogy ne a fürdőt használjuk, ami oda lent van az elsőn, hanem a közfürdőben az nekünk nagyon jó lesz. De az nekünk nagyon jó volt, amikor kerestük tegnap. Igen, de a legviccesebb az egészben, hogy azt mondta, hogy a közfürdő, amit ugye mi ingyen használhatunk, mert a vendégei vagyunk ennek a hotelnek, az a szomszéd hotelben van, mert hogy ő nekik valami kapcsolatuk van egymással, és a szentó az 5-kor nyílik, és hajnal 2-ig nyitva van. Na, mi hazaértünk, ugye az első este, és gondoltuk, hogy elmegyünk a Szentóba, akkor volt ilyen jó 11 óra, a recepciók ilyenkor már bezárnak. Úgy nem volt ott senki. Le volt húzva a mentőny, mi meg voltunk egy idegen szállodában, kerestük a Szentót, ami nem létezik. A kis fürdőcuccunkkal, ott masíroztunk, hogy mi most fürdünk. Hát nem. Úgyhogy kalandos volt. Mit hazudott még, amit rájött? Hát, hogy működik a wifi. Igen. Wifi-t, több kódot is kaptunk. Rá van írva amúgy, meg is tudom mutatni. Itt az információban láthatjuk, hogy hogyan kell használni itt a dolgokat. És ugye, ide van írva, hogy van wifi, és a wifi kódot azt ugye be kell írni az emelet számával. Viszont a wifi semmelyik emeleten nem működik, mert wifi nincs. Ez is nem a létezik. Kedves itt lakó úriembertől. Hallottuk, hogy a Wi-Fi is a lie. Nincsen. Nincs wifi. De azt azért el kell mondani, hogy nagyon-nagyon olcsó volt. Igen. Tehát most nekünk arra, hogy két éjszakát itt töltsünk, és arra teljesen megfelel.
Igen, mert úgyhogy... amúgy tiszta, nincsen semmi gond, nem hangosak a igen. szomszédok, úgyhogy kényelmes. Úgyhogy... Meg egy... amúgy tényleg szép, kis gyönyörű rózsaszín fal, úgyhogy nincsen így baj a szobával. Még van egy mini hűtőnk is ott. Amennyi időt mi itt töltünk, alváson kívül semmit, arra jó. Igen, csak hát munkás dolgok történnek. Megérkeztünk az első célunkhoz. Igen, ami a Kiyomizu-dera. Még itt majd be kell menni, és egy hatalmas faépítmény lesz. A világ egyik legrégebbi fából készült épülete, temploma. Hatalmas tömeg van, nagyon sok a külföld, és nagyon sokan vannak Yucatánban, ami gyönyörű. Annyira szép a kacsikai. Megjön. Lehet bérelni Yucatánt, akinek amúgy nincsen saját, és akkor azzal körbe lehet menni egész Kyotóban, és nagyon szépek. És amúgy nem csak a japánok bérlik, meg nem csak a japánok bérlik, hanem nagyon sok külföld, és ugyanúgy európaiakat is látunk Yucatánban. Bárki hordhatja. Úgyhogy akkor most menjünk és nézzük is meg. Just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. This legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. A templom csak fából készült, és kívülről egy ilyen szerkezet tartja. Ott lent ott sétálnak az emberek. Nagyon tetszik, hogy hagyják, hogy a fa az bele nőjön az épületbe. Búrjánzik, nagyon szép. Ez tartja az egészet. Fent vagyunk a hegyen. Nagyon magas templom. És sajnos hát ez arról is híres, hogy régen az öngyilkosok innen ugráltak le. Úgyhogy van egy ilyen szomorú háttere is ennek a helynek. Amúgy a Kiyomizu-dera az azt jelenti, hogy a tiszta víz temploma, és majd oda is lemegyünk, ott lent talán kicsit lehet látni, ott van folyik le a forrásból a víz, és abból kell inni, hogy megtisztuljunk. Sajnos most nem látszik, hogy mennyire gyönyörű, mert felújítás alatt van, és be van hálózva. Viszont ott az ott Kyoto, gyönyörű. Itt van két kis aranyos teknős, és hát gazdag teknősök. Szemlélik a kilátást, és nem tudom milyen okból, de az emberek rájuk dobálták a pénzt. Megtudtuk a bácsitól, hogy ha rajta marad szerencsétlen teknősön a pénz, akkor szerencséd lesz. Úgyhogy dobálta egy darabig a bácsi, de aztán végül bemászott, és ráhelyezte a pénzérmét a teknős hátára. Megtaláltam a legkirályabb falidízt. Tradicionális Star Wars-os. Fujival a háttérben. Remek. A neveteket megtudhatjátok Kanjival, és mint láthatjátok Mr. Johnny Depp is. Megkapta a nevét. Ilyen csodálatos kanjia lenne neki. Ott lóg a nyakába. Megérkeztünk Gion negyedbe. A lampionos az ott végig, vásárló utca. Yes, híres, régen. Akár most is itt van a legtöbb gésa. Gésák meg már jó, úgyhogy elég egy tradicionális. Selective with my notes, call me aggressive with my flow, call me offensive even though Joey ain't gonna lie, life's tough, try to get by, life's rough, try to do it right, it's not enough, even though you try, you still mess up. Nézzétek, apuka tolja a gyermekét a bőröndön. Hát nagyon cuki. És amúgy ez az a tradicionális utcája Gionnak, amit általában így a filmekben is lehet látni. Van kirakva tábla, hogy tilos tapizni a gésákat. A selfie-bot is, de ennek ellenére minden második embernél van egy, és hadonásznak vele.
what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed. Felálltunk itt egy kiállítást, ahol, ha minden igaz, sárkányos képek lesznek, viszont tilos cipővel bejönni. Úgyhogy itt levettük a cipőinket, és innentől haladunk befelé. De csodás mocskás zoknimat mindenki nagyon megcsodálhatja. Nagyon tetszik, hogy a jegyhez adtak egy ilyen kis prospektust, és a prospektuson ott rohan ez mi lehet szerinted? Bájosan mosolygó lény. Igen, nagyon vicces. Nézzétek ezeket a hatalmas sárkányokat, annyira szépek. Királynak tetszenek a sárkányok? Nagyon, meg főleg az, hogy ez egy tolóajtó festmény. Igen. Szóval nem olyan festmény, amit kiállításra terveztek, hanem annyira szép. Tudod, mit vettem észre? Mit vettél észre? A sárkánynak az orrának likából nő a szőr. Ó! Ó, és valóban. Nézzétek onnan. Ez... Én totális sokat kaptam. Ez valami elképesztően gyönyörű. Annyira kidolgozott. Hatalmas, az egész plafont beborítják. Megvettük az omiágékat, és most megyünk a Fushimi-Inari tájkához. Igen, az biztos, aki látta az egyes emberi iratait, engem előttek majd! Kálljunk meg! Jó, na? Mondd! Lesz ja. az egyes emlék iratait. Igen, aki látta az egyes emlék iratait, annak biztos ismerős, mert a kislány korában ott szalad. Igen, ott van az a sok tori kapu. Megyünk. Azt megyünk megnézni. Ugye az Kyoto egyik legjellegzetesebb helyszíne. És annyira szív. Úgyhogy haladjunk tovább, ha nem ütnek minket el. Megérkeztünk a Fushimi-Inari tájsához. Már besötétedett, de megvilágítva is nagyon gyönyörű. A szentély bejáratát két róka őrzi, itt az egyik és ott a másik, mert az Inari az rókát jelent. Úgyhogy ez egy ilyen rókás szentély lett most. Itt vagyunk a Fushimi-Inari tájsának a legjellegzetesebb pontján, ugye a kapuknál, csak hát sajnos elég sötét van, úgyhogy reméljük látszódni fognak a felvételek. De nagyon szép így is, most sötétben. Az oszlopokon mindegyiken van felirat, és mindegyik oszlopot valamelyik japán cég vásárolta, és az ő nevük áll rajta. A térképet. Itt látható, hogy a torikapuk azok egészen felmennek a hegynek a tetejéig. Ugye itt vagyunk mi most. Igen, és itt. Nagyon hosszú úton lehet felmenni végig a kapuk között. Mi most nem fogunk végig felmenni, mert ez elég sok idő lenne. Csak egy darabon indulunk el. Igen. Ott a róka felhő. Igen, ez nagyon aranyos. Üttek milyen kis helyes. Meg nagyon tetszik, hogy a templom neve is úgy van leírva, hogy itt a rókafej, meg rókafarok. Úgyhogy nagyon kis dizájnosan megcsinálták. Hangulatos. Meg itt is, hogy ugye mindenhol jelzi, hogy tavasszal itt vannak a szakurák, itt szép a ősszel a momiji. Úgyhogy tényleg nagyon kis, jól megcsinált térkép ez. Egymás mellett fut kettő ilyen tori sor.
A jobb oldali az arra van, hogy föltele haladjanak már, mint a hegytető felé. A másik pedig az, hogy lefele. És ez a lefele menő út, de ennek ellenére szállingozó emberek meg jönnek velünk szembe. Hiába van kiírva, hogy haladjon a másik oldalon. Én vagyok a világító mester. A fény az éjszakában, te vagy. Én vagyok. Már eléggé megéheztünk, úgyhogy betértünk egy ilyen hagyományosabb étkezdébe. Ezt fogjuk enni. Ugye ebben van sült csirke, alatta rizs, tojás, meg hagyma. De milyen hagyma? Új hagyma? Az, tudjátok, az a hosszú, amit fel lehet szeretni. Igen, az. Akkor ugye kaptunk miszóleves, ez tofu, mellette van ugyanaz a hal fehely. Ez pedig gyömbér, sárga. Ez meg valami babos. Hát illat alapján nem tudom megmondani, de valami babos. Ilyen savanyúság? Savanyúság, valami olyasmi. Mi most ezt megeszegetjük, aztán indulunk az éjszakai buszhoz. Nem, sajnos véget ért ez a háromnapos kirándulás, amire jöttünk. Ez volt az utolsó napunk, úgyhogy az éjszakai busszal megyünk vissza Tokióba. De nagyon jól éreztük magunkat, meg tele vagyunk kalandokkal. Igen, annyi új élményt szereztünk. Nem is tudom eldönteni, hogy mi volt a legjobb. Hát igen, mondjuk az Universal Studio az... Hú, igen, hát a Harry Potter azért az nagyon nagy élmény volt. Úgyhogy meg hát maga azért Osaka gyönyörű volt, a vár. Nagyon tetszett, meg Narában az őzikék, igen. Az őzikék azok nagyon eredetek. Remélem nektek is tetszettek a videók. Akkor mi most megvacsorázunk, és itt le is zárjuk ezt a videót, hát? Köszönjük szépen, hogy megnéztétek a videót. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok! Nem voltam kész. Átmegyél a hídon? Menjél át a hídon! Hát ott vannak a leányok. Kaptuk a szobát. Hogy ellopjuk. Ráírták a kóros fincel a hotel nevét. Oda vagyok ezért a papucskát. Amit nem látszunk. Megjelentünk. Itt vagyunk a Fuji Minnaliban. Jönnek a szállamák. Megeszik a király. Ez egy kiszakasztó. Nem tudok benne másképp װ†==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